A címbalom Chuck Berry-e. 13 éves korában kezdett ismerkedni azzal a hangszerrel, amely a mai napig meghatározza az életét. Számos zenekarban muzsikált, megjelent 2 szólólemeze, a közönség mégis inkább az általa alapított cimbali bandből ismeri. A mai ismeretlen ismerős Unger Balázs. Szia, köszöntelek! Én is köszöntelek téged és a tévénézőit is. Jó pár éve ismerjük már mi egymást, és most bevallom neked, Balázs, hogy amikor mi találkozunk, akkor mindig az jut eszembe rólad, hogy jó élni. Te valóban ilyen vidám, életvidám férfi vagy? Igyekszem úgy élni az életemet, hogy vidáman mondhatni, igen. Gyerekként is ilyen voltál? Igen. A Szadán, ugyebár? Igen, hát a bővebb Galga mentén Szadán nevelkedtem, és onnan kerültem ide Turára. Ott élted a gyerekéveidet, és ott találkoztál először a népzenével is. Igen, 7 éves koromban. Először Ciberénné Szitó Mária, aki sajnos már nincs az élők sorában, nála kezdtem citerázni 7 éves koromban, és onnan elég gyors ugrással bekerültem az akkori Fixteam zenekarba, amit még elnézést, akkor még nem Fixteam zenekarnak hívták, hanem Dobogó zenekarnak. És ott citeráztál? Nem, hanem már ott Rónai Lajos felfigyelt arra, a mostani Aszódi Podmanicki zeneiskola igazgatója. Ő tanított akkor ott Szadán, és elhívotta egy próba játékra, hogy próbáljak meg Brácsán játszani. Várj egy picit, ne ugorjunk olyan nagyot. Szeretném azt mindenképpen tudni, hogy egy 7 éves kisfiú miért kezd el citerázni? Igazából egy ottani népművelő volt Marika, vagy mindenki úgy hívta, hogy Maci néni, és ő tulajdonképpen bíztatta fel a gyerekeket általában arra, hogy próbáljanak ki valamilyen hangszert, próbáljanak meg zenélni, vagy vegyenek részt ilyen népzenei rendezvényeken. Akár a táncegyüttesbe ő toborozta a gyerekeket. Te táncoltál is? Hát nagyon minimálisan. Nagyon minimálisan táncoltam, igen. Tulajdonképpen annyi, hogy a hagyományőrző csoportban, betlehemes játékokban, meg ilyenekben részt vettem. De tulajdonképpen ekkor kerültem be így a köztudatba. Jó hangom volt, és akkor hát behívott a Macika néni, hogy próbáljak meg énekelni, és akkor milyen hangszeren szeretnék játszani. Már akkor úgy nagyon tetszettek a hangszerek, igazából főleg az ütős hangszerek, mert édesapám az ilyen kis dobfelszerelést csinált nekem már 5-6 éves koromban, és akkor azzal dobolgattam otthon, meg sörös dobozokon, ahol csak tudtam. A szüleid is zenéltek? Édesanyám, ő énekzenei általánosba járt, és óvónő lett, de nagyon-nagyon sokat foglalkozott a zenével. Zongorázott is, volt otthon zongoránk, és neki nagyon sokat köszönhetek, meg hát aztán Szitó Máriának, ahogy mondtam is, aztán Rónai Lajosnak, aki a Dobogó zenekarba elhívott, mert hát ott ismertem meg egy kicsit komolyabb hangszert, már a elnézést, hogy ezt mondom, de egy kicsit komolyabb hangszert, mint a citera. Inkább azt mondanám, hogy bonyolultabb talán. Uh-huh. Ez így jobb szó. Hát nagyon... És akkor Rónai Lajos tanított? Így van. Rónai Lajos tanított ott Szadán. Uh-huh. Az akkori Dobogó zenekarnál, ami később Fixteam zenekar lett. És a Fixteammel elég szép eredményt értetek el a Ki mit tudon? Igen, a Ki mit tudon is szerepeltünk, de előtte meg is nyertük például a zeneiskolák országos versenyét. Uh-huh. Akkor Salgó Tarjánban nyertünk a Fixteam zenekarra. Hát ez nagyon nagy élmény volt, mert olyanokkal játszhattunk együtt egy színpadon, mint az akkori Dűvő zenekar, akik példaképeink voltak, vagy a tanárom zenekara, Lajosnak a zenekara, az akkori Tarisnyás együttes, vagy a Muzsikás, vagy a Méta zenekar, tehát ilyenek megismertek minket. Rónai Lajos többször elvitt minket például Pestre, a Somogyi Béla utcába, a Méta táncházba, az akkori
mélyt a táncházba, és ott megismert minket úgymond a táncházas budapesti közönség is. Egy elég jó kis ütőzenekar volt már akkor a Fix Team zenekar, amikor mi ilyen 12-3 évesek voltunk. Valahogy egy nagyon jó csapat jött össze. Négy Szadai, mellette még Rónai Lajos fia, Rónai Zoli is benne volt a bandába. És tényleg egy nagyon-nagyon jó kis csapat összejött. És akkor ott ugye brácsáztál, hogy lettél cimbalmos? Hú, ez egy kicsit bonyolult dolog. Tehát Blaskó Csaba, akkori népzene tanárom, megkérdezte, hogy nincs-e kedvem megtanulni cimbalmozni. Hát ez elég érdekes volt, mert a brácsa mellett mindig próbáltam azért egy másik hangszert is megpróbálni. Valahogy még valamit szerettem volna csinálni. Jártam, tanultam tekerőlanton tanulni. Akkor utána egy évet hegedültem, mindez Blaskó Csabánál, így a brácsa mellett. De ez azért volt, mert a brácsát nem érezted elégnek? Akkor még 13-14 éves voltam, és még nem tehát olyankor szerintem még nincs az embernek egy konkrét elképzelés, hogy én most ezt nem éreztem magaménak, vagy valami, csak még szerettem volna valamit csinálni. És akkor mondta, hogy nincs a kedvem cimbalmozni, ezután a két év után történt, ahogy tekerőlant, meg hegedű tanulása brácsa mellett, és hát mondtam neki, hogy de hát Csabi, hát akkor tegeződtünk, ez is nagy dolog volt, hogy megengedte a tanárbácsi, hogy tegezzük, mondtam, hogy Csabi, hát már kétfajta hangszert kipróbáltam a brácsa mellett, most miért pont a cimbalom? De próbáld meg, mert hogyha megpróbálod, akkor játszhatsz a zenekarunkba. Hú, hát ez egy nagyon nagy elismerés szerintem egy fiatalnak, egy 13-14 éves fiatalnak, hogyha azt mondja a saját tanára, hogyha megtanulok egy hangszeren, játszhatok a zenekarukba. Hát tényleg nagyon nagy elismerés volt, és azért elkezdtem járni Pestre, Óbudára, Nagyszombat utcai zeneiskolába. És ekkor hány éves voltál? Ekkor voltam 13 és fél éves, körülbelül 8. osztályos. És 8. osztályban elkezdtem járni Pestre, az Óbudai zeneiskola keretein belül cimbalmot tanulni, mert hát ezt már Csabánál nem tudtam, mert ő cimbalmot nem tanított. Eléggé speciális hangszer, mint kiderült, főleg az első órára bementem. Béres János felesége, Béresné szülős Beatrix tanította a klasszikus cimbalmot nekem az első évben. És amikor bementem, akkor már nagyon furcsa volt. Hát életemben talán előtte egyszer láttam cimbalmot, de hát ha a tanárom azt mondta, hogy tanuljak meg cimbalmot, hát akkor már miért ne? Bementem az órára, és hát megláttam a hangszert, rendesen szédültem, akkor még nem tudtam, hogy 140 húr van a cimbalmon, közel 140 húr. És hát ez a közel 140 húr azért úgy az óra végére azért rendesen fejfájást is okozott, meg szédülés. Elhiszem. Az első óra, hát ismerkedés a cimbalommal, stb. De nagyon, nagyon megtetszett maga a hangszer, mert hogy ebben ötvöződött mindaz, amit eddig szerettem volna, mert hogy ritmusjáték, amit gyerekkoromban is már nagyon-nagyon szerettem, dallamjáték, amit mondjuk a hegedűvel, vagy akár a tekerőlanttal tudtam művelni, és a kíséret, amit a brácsával tanultam, ez mind így valahogy ötvöződött ebben a hangszerben. Megtaláltad. Jó, elsőre még azért nem, elsőre inkább csak szédültem, de ugye a második, harmadik óra után, amikor már megkaptam otthon is az első cimbalmomat, amit szintén Blaskó Csabának köszönhetek, mert hogy vele akkor már elkezdtem játszani a zenekarba. És hát ennek persze az volt az egyetlen egy hátrány, hogy nem volt cimbalom, úgyhogy ő vett egy cimbalmot, amit én szépen lassan kifizetgettem neki akkori fellépésekből, mert hát nem egy olcsó hangszer a cimbalom. Úgyhogy ezt is neki köszönhetem, hogy az első hangszeremet, ami tényleg megindított a pályán, mert nagyon tetszett. Otthon volt szépen, volt havi 2-3 fellépés, akkor még amire mentem, ilyen táncházakba, ilyen különböző táncegyüttes kíséretekre, például Galga Hévízen is, vagy Turán, itt a Galga mentén. Te és a szüleid mit szóltak hozzá, hogy te cimbalmozni fogsz? Érdekes volt a hangszerekhez való viszonyulások.
Először még akkor a citarát vittem haza, akkor én ezt olyan természetesnek tartottam, hát anyu zongorázik, én akkor persze megmutattam neki, hogy nagy büszkén 7 évesen, hogy citarázok. Hát így kicsit így furcsán nézett, hogy ezt most hogy találtam ki. Aztán persze jött a brácsa mellett a tekerőlant. Hát túl sokat nem gyakoroltam én is a fiatal koromban, ahogy a mostani fiatalok sem mondhatom, hogy túl sokat gyakorolnak. Például a tekerőlanton lehet, hogy édesapám többet gyakorolt, mint én. Például az édesapámnak nagyon tetszett a tekerőlant, az hihetetlen, hogy mennyire megfogta őt például. Engem is nagyon megfogott, de ő kedvtelésből is szívesen próbálgatott rajta dallamokat játszani. Aztán jött a címbalom, amit elkezdtem tényleg nagyon komolyan gyakorolni, mert annyira tetszett a hangszer. És utána már lassan természetes lett a családnak is, hogy otthon szól a zene, gyakorlok, stb. Tehát tetszett igazából a családnak ez a dolog. Nehéz megtanulni cimbalmozni? Pont abból adod, hogy azt mondod, hogy 140 húr van, és hogy az első órán igazából én azt mondom, hogy tanulni a hangszeren, azt az élete végéig tanul az ember, tehát megtanulni. Ez így érdekes, de elkezdeni, én azt mondom, hogy nem nehéz. Nem. Tehát nem nehezebb, mint mondjuk hegedülni, ha mondjuk így összehasonlítjuk. Nem, körülbelül hasonló nehézségűnek találom a két hangszert. Uh-huh. Ugye azt mondtad, hogy nyolcadikos voltál, mikor elkezdtél cimbalmozni. Nyolcadikból ugye középiskolába megy az ember, még talán az általános iskolában nem természetes volt, hogy te népzenével foglalkozol, de amikor elkerültél középiskolába, ott egy új közösségben, hogyan fogadták ezt? Igen, nagyon érdekes volt. Számítástechnikai informatikai technikusnak tanultam Vácon a Boronkai György műszaki középiskolában. Nagyon jól fogadták, tehát mondhatni, hogy egy ilyen színfolt voltam az osztályban, aki mondjuk nem csak a számítástechnikával foglalkozik, hanem mellette zenél. Jártak koncertjeidre? Volt olyan, sőt hívtak is minket, volt, hogy hát konkrétan a szalagavatón a mi zenénkre táncolt az egész osztály, tehát ilyen apróságok voltak, de azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg megkaptam például a műszaki iskolától is, a pálya felé is nagyon sok támogatást megkaptam. És hát utólag abszolút nem bánom, hogy elvégeztem azt az iskolát, mert nagyon nagy élmények voltak, nagyon jó tanáraim voltak abban az iskolában is, és mellette meg a mai napig tudom hasznosítani azt a tudást is, amit ott elsajátíthattam. Azért választottad a műszaki középiskolát, hogy legyen valami biztos háttered a zenélés mellett, vagy a zenélés csak hobbinak tartottad, nem gondoltad, hogy ebből fogsz megélni majd? Nagyon érdekes volt. Gondolkodtam a zenélésen is, mondjuk így nyolcadikos fejjel, nehezen bírtam dönteni, hogy mi legyen az a pálya, amin tovább tanulok. Na most középszinten akkor sehol nem tanítottak zenét. Népzenét, bocsánat. Már népzenei oktatás akkor még középszinten sehol nem most volt. Most már ugye van. Most már van, hála Istennek, több helyen is az országban. Emiatt döntenem kellett valami úgymond civil szakma mellett. Először nagyon órás szerettem volna lenni, valamiért ezen gondolkodtam, hogy én órás leszek. Úgy látszik, hogy a bonyolult dolgok vonzanak, mint a cimbalom. Nem tudom, hogy miért, most már biztos, hogy nem lenne türelme, hogy órát szétszedni és megjavítani. És egyedül ott volt hasonló szakma ebben az iskolában. Akkor kezdtek bejönni a számítógépek, nagyon alap számítógépek, és hát már akkor jártam számtech szakkörre, mondhatjuk így, számítástechnika szakkörre az iskolába, és az általánosba, és akkor még ez a dolog megfogott valahogy. És édesapám is azt mondta, hogy legyen egy civil szakmám, mert azért az sosem baj, hogyha van egy másik szakmája is, az embernek több lábon meg tud állni, és ennek tényleg a mai napig használt veszem, és nagyon jó volt. És akkor a középiskolás éveidben már a tanárod Galga zenekarában muzsikáltál cimbalmosként. Így van, a Galga zenekarban akkor már cimbalmosként működtem. Hála Istennek tudtam az iskola mellett is csinálni, ahogy már említettem, hogy nagyon rendesek voltak a középiskolában, és elengedtek akár
volt olyan, hogy több napos turnéra is elengedtek a zenekarral, külföldi turnékra. Ha már itt a zenekaroknál tartunk, vagy a Galga zenekarnál, ugye te aztán a további életedben több zenekarban is muzsikáltál. Azt javaslom, hogy játszunk egy olyat, hogy én felsorolom a zenekarok nevét, vagy sorba veszem, és te pedig mondd el mindegyikről, hogy milyen élményeid, milyen emlékeid vannak, milyen érzések támadnak föl most benned, hogyha meghallod ennek a zenekarnak a nevét. Ugye a Fix Teamről már beszéltünk valamilyen rendben, szinten. Rendben. Akkor legyen most a Galga zenekar, megyünk időrendi sorrendben. A Galga zenekar? És röviden mondjak, csak ami, egy szót. Ami most eszedbe jut róla. Ami eszembe jut? Igen. Galga zenekar? Hát életem első nagyon komoly zenekara tényleg, amiben profi zenész lehettem. És ez határozta meg az életemet. Merre jártatok a Galga zenekarral? Galga zenekarral? Japántól kezdve Kanadán. Hát tényleg hát ez egy középiskolás mondjam, fiúnak óriási élmény. Igen. Hát nem mind azért középiskolás koromban, már egy kicsit később voltak ezek a nagyobb turnék, de közben is azért Európában tényleg nagyon sok országban jártunk. És akkor a Galgával autentikus népzenét játszottál. Így van, autentikus abszolút. Népzenét. És velük már cimbalmoztál. Így van. Csak? És kizárólag? Nem csak és kizárólag, hát több, vannak olyan speciális népzenék, mint például a magyar palackai mezőségi zene, amiben mondjuk két brácsa van, és akkor ott brácsáztam. A Galga zenekar után akkor vegyük a Magyar Állami Népi Együttes zenekarát. Így van, a Magyar Állami Népi Együttes zenekar az eredeztethető a Galga zenekarból, mert tulajdonképpen a Galga zenekar összes tagját kérték föl, hogy legyünk a Magyar Állami Népi Együttes zenekara. Mellette a Méta zenekar összes tagját, és hát ebből gyúrták össze a Magyar Állami Népi Együttes akkori zenekarát, valamint az Állami Népi Együttesnek egy cigány zenekara is volt, Berki László zenekara, és hát így alakult ki az akkori Magyar Állami Népi Együttes zenekara. Akkor egy teljesen új zenekart szerettek volna felállítani? Vagy? Nem mondom, hogy teljesen új zenekart, hanem így, tulajdonképpen volt egy cigány zenekar az Állami Népi Együttesnél, és volt ebből a két zenekarból, a Galgából és a Métából volt egy táncházas zenekar, egy elég jól működő táncházas zenekar, és mi kísértük az autentikusabb dolgokat. A cigányzenekar koncertezett, meg mellette voltak régebbi műsorok, olyan műsorok, amik mondjuk Rábai féle műsor, amiknek megírt dallamai vannak, azokat például ők kísérték. Azért az nagyon nagy elismerés egy zenésznek, egy népzenésznek, hogy a Magyar Állami Népi Együttes zenekarába játszhat, nem? Hogy ez csak én gondolom, hogy külső szemmel... Nem. Mindenképpen tényleg nagyon nagy elismerés volt ott játszani. Eltöltöttem majdnem 7 évet a Magyar Állami Népi Együttesnél, és hát megismerhettem tényleg azt, hogy mennyire nehéz a profi táncosok, a profi zenészek élete. És nagyon jó kapcsolatrendszerre lehet szert tenni, nem? Amikor igen, mondjuk azért annak is nagyon sok mindent köszönhetek téren. Nagyon sok mindenkit megismertünk a Magyar Állami Népi Együttessel, és hát tényleg mondhatni úgy, hogy mesebeli turnékon vehettünk részt. Van emlékezetes fellépésetek? Rengeteg. Voltak érdekes bakik, vagy hogy mondjam, érdekes vicces fellépések, voltak nagyon-nagyon komoly megmozdulások Kínába, Európa több részén tényleg. A viccesből tudsz mondani egyet? Viccesből? Hú, ez egy kicsit hosszú sztori. Nem baj. A lényeg az annyi, hogy akkor már oda került az Állami Népi Együtteshez Pál István Szalonna is, aki most Püspökhatvanba lakik édesapjával, és még a mai napig is a Magyar Állami Népi Együttes hegedűse. És hát a sztori lényege az volt, hogy Szalonna, mert hogy így hívjuk mi így népzenész berkekbe, Szalonna, ő neki volt egy olyan szerepe, amikor a Blaskó Csabával együtt egy tárogató, elnézést, nem tárogató, hanem tekerőlanttal, és egy ilyen középkori ruhába beöltözve Szalonnának egy Szent László éneket kellett előadnia egy középkori úri közönség előtt. Ez Sebő Ferencnek az egyik műsorában volt benne, és hetente háromszor lement ez a műsor
a budai Vigadóban, és egyik műsorról szalonna késett. De elég nagyon, úgy konkrétan elkésett, és hát ez a műsornak a második száma volt, és ha ez a szám nem ment le, akkor a táncosok nem tudtak volna átöltözni, hát nem tudnak átöltözni a többi számba, és teljes káosz. És hát kire volt jó szalonna ruhája? Rád. A táncos lányok azok nagyon szorgalmasak voltak, leírták nekem kis papírra a szöveget, hogy bemegyek, próbáljam elénekelni. A dallamot azt ismertem, a szöveget abszolút nem tudtam. És próbáljam meg elénekelni ezt a kis Szent László éneket. Gyorsan fölöltöztettek a lányok, mert hát tudták, hogy szalonna nem ér oda. Fölöltöztettek, és hogy rohanjak befele, menjek, fussak be a színpadra. Hát én futottam, és valahogy a kezemből kiesett a papír, amire föl volt írva ez a Szent László ének szövege. Hát megálltam a színpadon, észrevettem, hogy nincs a papír. Jó, én nem megyek be, mondom, gyerekek, én nem megyek be. A lányok belöktek. És mit csináltál? És hát beálltam középre, elkezdődött a tekerőmuzsika, udvari jelenet, ilyen hatalmas darutollas kalapban ott álltam középen, és elég érdekes volt, az első két sorra nagyon jól emlékszem, üdvözlégy kegyes Szent László király, Magyarországnak édes oltalma, onnantól kezdve a többi hat verszakra nem emlékeztem. Az volt a nagyon nagy szerencse, hogy külföldi vendégek voltak, és hát a külföldi vendégek ebből nem sok mindent érezhettek. Az mondjuk felettébb érdekes lehetett, hogy ellalaláztam, fallalalala, körülbelül így szólt az egész. Úgyhogy tényleg érdekes, ez volt az egyik ilyen legemlékezetesebb fellépés így az Állami Népégyüttesnél. És hát az úri közönség a színpadon, a beöltözött középkori úri közönség kuncogott körülöttem, nagyon érdekesen próbálták visszatartani a nevetést, elég nehezen ment nekik, az igazság. És hát ez volt az első olyan fellépés, amire a feleségemet is elhívtam, hogy nézze meg. Ő csak annyit kommentált, hogy nem is tudtam, hogy énekelsz. Hát én se tudtam. De hát ez így történt. Végül is megcsináltuk a dolgot, át tudtak öltözni a táncosok, de ez a mai napig is ilyen anekdota marad így a Magyar Állami Népégyüttesnél, hogy Szent László ének. Sikeres volt. Sikeres volt, tehát nem a címbalmozás, hanem egy ilyen kis sztori az, ami úgymond a táncosokban a legnagyobb poénként így megmaradt. Igen, hogyha a nevedet hallják, akkor ez jut eszükbe. Hát azért remélem a címbalmozás. Biztosan. És vajon a Dresch Quartetről neked mi jut eszedbe? Dresch Quartet? Hát az életemnek azt kell, hogy mondjam, hogy a legnagyobb zenei élménye tényleg. Hihetetlen, hogy Misivel milyen jó érzés volt együtt dolgozni, és főleg ez így utólag derült ki számomra, amikor akkor még nagyon fiatal voltam, 99-ben látott egy táncházba játszani, és nagyon megtetszett neki, ahogy játszunk. És odajött hozzám, Misi, hogy Balázs, hát nincs kedved játszani velem a zenekarban, mert nagyon szeretnék egy cimbalmost, a cimbalmot szeretném bevinni a jazzbe, már ő is próbálkozott cimbalmon. De mondom, Misi, hát igazából kottát se tudok rendesen olvasni, olyan tempóban, hogy mondom, játszatok, mondom, hogyan játszok jazzt, amikor én még azt sosem játszottam. És akkor mondtam, Misi, hogy hát semmi gond, gyere el egy próbára, és akkor megpróbáljuk. De azért annyira nem idegen a cimbalom a jazztől, tehát mások már próbálták ezt, vagy nem? Akkoriban még annyira nem. Uh-huh. Próbálkozások mindenképpen uh-huh. voltak, de nem volt jellemző. Uh-huh. És akkor elmentem egy órára Misihez, mutogatott ilyen jazz akkordokat, kaptam tőle egy szép vastag könyvet, ami angolul volt, de a jazz zene elméletéről szólt. És hát elkezdtem szorgalmasan gyakorolni, viszonylag szorgalmasan gyakorolni, és hát jártam velük fellépegetni, és hát egy idő után így bekerültem a zenekarba. De a jazz az ugye az improvizációról szól, igen, az igen, a lényege. Tehát improvizatív uh-huh. zene volt, népzenei alapokkal. Neked ez mennyire volt nehéz, mert ugye a népzene viszont behatárolt azért, tehát ott nem improvizálsz. De épp ez az, tehát a népzenében is nagyon-nagyon fontos szerepe van az improvizációnak. Uh-huh. Tehát van egy alapdallam, tulajdonképpen ezért nagyon is hasonlít uh-huh. a jazzre. Tehát van egy alapdallam, és van egy bizonyos stílus, amit meg kell tanuljál,
és utána arra így tudsz improvizálni. Tehát a megadott stílusban tudsz például akár egy Vajda Szent Iványi székelyföldi dallamot elcimbalmozni, úgyhogy az stílushű legyen. De mindig kell bele improvizáció, mert ez a népzenének a lényege. És attól lesz egyéni, attól lesz a tiéd. Attól lesz egyéni, így van. Hát így volt ez a Dress Quartetben is, hogy improvizálni kellett, és ez annyira nem okozott gondot. Az akkord elmélettel már úgy nagyjából tisztában voltam, és hát az meg tényleg egy csoda volt, amiket Misivel átéltem, hogy olyan fellépéseken voltam, amik így utólag visszagondolva nem is tudom, hogy hogyan juthattam el oda erre a szintre. De nagyon-nagyon nagy élmény volt, tényleg a mai napig is meghatározza a zenei ízlésemet. Az akkori két és fél év, amit velük eltölthettem. És miért hagytad abba? Akkor már elég komolyan ment az Állami Népi Együttes, és hát döntenem kellett. Egyre jobban futott a Dress Quartetnek a szekere is, és volt olyan, ami ütközött azért időpontba, és hát Misi is kérte, meg hát én nekem is meg kellett mondjam most már, hogy akkor mit választok. És akkor úgy döntöttem, hogy maradok az autentikus zenénél. Nem biztos, hogy ez baj. De nagyon nagy élményt nyújtott ez a két és fél év nekem. Hát és rengeteget tanultál, épültél belőle. Igen. Például nagyon jól hasznosítod az ott tanultakat a legújabb és talán legsikeresebb saját zenekarodnál, a Cimbali Bandnél. Mondhatni, mert hogy saját zenekarom egy... Igen, nem volt még. Más nem volt. Igen. Tehát nagyon-nagyon sok mindent merítek abból a zenéből is, amit akkoriban játszottam, vagy azokból a zenékből, amiket akkoriban Misi összemásolgatott nekem, hogy hallgassak ilyen zenét, hallgassak olyan zenét, John Coltrane, Miles Davis, tehát ezeket a jazz klasszikusait, Stefan Grappelli, nagyon híres jazz hegedűs, tehát ezek mind meghatározók azóta így az életemben ezek a zenék. Szeretted a jazzt előtte is? Vagy akkor szeretted meg igazán? Nem. Tehát nem tudom, addig a jazz igazából nem jelentett nekem olyan különleges, nem is az, hogy különleges dolgok, nem foglalkoztam, hanem meg nem foglalkoztatott. És akkor Misi mutatta meg nekem ezeket a dolgokat, és ezeket a felvételeket, és akkor arra legalább ráébredtem, hogy ez mennyire hasonlít a népzenére, hogy mennyire hasonlóak az indítatások, a motivációk, amik egy zenészt mondjuk ugyanazok érik mondjuk a jazzzenében és a népzenében is. Ha már a Cimbali Band az előbb szóba került, hogyan is alakult, hogyan lett, te álmodtad meg? Hát mondhatjuk, hogy én álmodtam meg, bár ez igazából egy véletlen folyamán alakult ki. Előtte még mindig a Magyar Állami Népi Együttes zenésze voltam, és 2005-ben hagytam ott az együttest. A Cimbaliben pedig 2006 tavaszán alakult, tehát körülbelül egy fél évre rá. De közben én készítettem egy szólóalbumot az Állami Népi Együttes zenekarával, mondhatni úgy, játszott Blaskó Csaba is, és a Szalonna féle zenekar is, ami a mai napig is működik, a Szalonna és bandája. És 2006 tavaszán pedig kaptam egy felkérést a Második Forduló című lemezemnek egy bemutatójára Mátyásföldre, az Erzsébet-ligeti színházba, hogy ott adjuk elő ennek a lemeznek az anyagát. És sajnos a koncert előtt egy héttel a Magyar Állami Népi Együttesnek közbe jött egy fellépés. Én már nem dolgoztam ott, de Szalonna és bandájának az összes tagja ott dolgozott az Állami Népi Együttesnél. Ezért maradtam egyedül a harmonikással, aki játszik a lemezen, Vertetics Szlobodánnal. Maradtam ott a fellépés előtt egy héttel, és hát elkezdtünk beszélgetni, akkor most mi legyen? Hát azért valahogy mégiscsak kéne valamit játszanunk, és azért nem kéne lemondani ezt a koncertet. És hát előtte már nagyon-nagyon érdekelt a balkáni zene, a román zene, és hát Szlobodán, ő szerb harmonikás, és hát
összebeszéltünk, hogy mi lenne, ha csinálnánk most egy olyan koncertet, ami inkább ilyen román, balkáni zenéket játszanánk, egy-két magyar népzenei elemmel esetleg megtűzdelve, és tetszett is az ötlet, és felhívtam azokat a zenészeket, akikkel már előtte zenéltem együtt akár ilyen balkáni zenét, vagy valami hasonlót. És hát hála Istennek Pataj Péter nagybőgős rögtön igent mondott, akkor Rodek Krisztián egy tamburás, aki már nincs benne sajnos a cimbali bandbe, ő volt még az alapító tagok között, valamint Boda Gellért, aki a mai napig is hegedűse a cimbali bandnek. Brácsás tanítványom volt Turán, és hegedűs lett aztán. Uh-huh. Rónai Zoltánnál tanult hegedülni, és nagyon érdeklődött már így fiatal korában, 14-15 évesen, nagyon-nagyon érdeklődött a balkáni zene iránt is, meg a magyar népzenét is nagyon jól művelte. És akkor így őt kértem még fel erre a fellépésre. És így ötten megcsináltuk ezt a koncertet, akkor alakult meg a cimbali band, akkor már ezen a néven lett az alatt az egy hét alatt bereklámozva, vagy akkor cimbali band, Unger Balázs új zenekara. És azt kell mondjam, hogy nagyon nagy siker volt, meg jól éreztük magunkat, ahogy muzsikáltunk, tetszett az embereknek is, és akkor így szépen lassan megindult A szekér. A szekér, igen, mondhatni így. Igen. Most már a hanyadik lemezetek jelenik majd meg? Most már negyedik lemezünk uh-huh. fog megjelenni a Fonó Budai Zeneház gondozásában. Ebből kettő stúdióalbum volt, egy pedig élő rögzített felvétel. És hát az most megint csak egy stúdióalbum. Hogyha valaki esetleg nem ismerné a zenekart, bár nem hiszem, hogy itt a környéken lenne olyan ember, azért elmondanád, hogy milyen zenét játszotok, hogyan lehetne megfogalmazni? Én úgy szoktam megfogalmazni ezt, hogy örömzene az, amit játszunk, uh-huh. mert mindenki hozza a saját kis muzsikáját. Például hát Szlobodán, ahogy említettem, ő szerb, uh-huh. bár sajnos idén elköltözött Németországba családjával együtt, úgyhogy egy másik nagyon régi gyerekkori ismerősöm lett a zenekar harmonikása, Agatic Krunoszláv, szintén szerb származású, tehát ezt a szerb vonalat továbbra is fent tudtuk tartani a zenekarba, ami nagyon érdekessé teszi a zenénket. Tehát ő az új harmonikásunk, Krunoszláv. Ő a szerb zenét képvisel, mindig hozza ezeket az ötleteket, akkor öcsém Unger Gergő, ő például egy rockzenekarból került át a zenekarunkba, és ő egy kicsit így a fiatalos vonalat képvisel, mert 12 év kor különbség van közöttünk, úgyhogy ezért ő ezt a vonalat képviseli, és nagyon jó, mert nagyon jól tudjuk kontrollálni az ő véleménye alapján, hogy mi tetszik például a 20-22 éves korosztálynak. Akkor Gellért a magyar népzenét képviseli, Pataj Peti említett bőgősöm, ő a klasszikus zenéből, a jazzből és a népzenéből is nagyon jó elemeket hoz általában, amiket feldolgozunk és átültetünk erre a cimbaliben stílusra, akkor szerintem nagyon-nagyon illik hozzá Eszternek a gyönyörű hangja, Szita Eszter, Turai énekeshölgy, a zenekar énekesnője. És hát ebből alakul ki mindig egy olyan zene, legalábbis én próbálok egy olyat kialakítani belőle, ami azért cimbalomcentrikus, tehát a cimbalom köré épül fel az egész. Mondhatni, hogy a cimbalom viszi a prímet. De mégis azért mindenki kellőképpen szerepet kap az egészben, és igyekszünk egy egységes stílust kialakítani. Mondhatjuk úgy, hogy cimbaliben stílust. Ez abszolút egyedülálló. A Magyarországon biztos nem? Van hasonló hát zenekar? Igazából ilyen felállású zenekar nem nagyon van Magyarországon másik, és lehet, hogy ennek is köszönhető egy kicsit a siker, hogy ez a cimbalom harmonika párhuzam, és mellette azt kell mondjam, hogy tényleg most már a többiek is nagyon-nagyon konstruktívan részt vesznek a dolgokban, és azt kell mondjam, hogy a reneszánszát éli ez a műfaj, ez a world music, uh-huh. mondhatjuk így egy kicsit idegen szóval, ez a világzenei stílus. Látjuk például a Csík zenekarnak a
a szép sikereit, és hát valószínűleg ez is azért egy kicsit előre viszi így a szekerünket. A rajongótáborotok milyen korosztályt ölel fel? Elég széles korosztályt, olyan 16-tól 70 évesig vannak rajongóink. Azért a rajongóknak nagy része az a 20-35 év közötti korosztályból kerül ki. Igazából ez az a réteg, akit érdekel ez a zene, és tényleg mondhatni úgy, hogy koncertekre jár, rajongértünk. Uh-huh. És egyre többen vannak. Igen. Uh-huh. A Facebook oldalunkon például már 4000 rajongónk van lassan, ami mondhatjuk, hogy egy kisebb falu rajongértünk. Igen. Vagy nem is kisebb, nagyobb falu. Igen, abszolút. A rajongó táborotok, ugye nem csak személyesen találkoztok velük, hanem amit említetted, az interneten is. Hát a fórumokon, mint tudjuk, kapnak az emberek hideget, meleget, hát gondolom ti is. Igen. Hát azért hála Istennek azért nagy része az pozitív visszajelzés, uh-huh. amit kapunk, de azért van mindig egy-két negatív visszajelzés is. De én azt úgy érzem, hogy ezek a negatív visszajelzésekből is azért nagyon sok olyan van, ami segít és építő célzatú. Lehet, hogy nem is építő célzattal szánták a dolgot, de mégis lehet belőle tanulni. Tehát vannak olyanok, amik... És próbáljátok akkor ezeket egy kicsit így feldolgozni. Próbáljuk feldolgozni is őket, de én azt mondom, hogy a mi zenénk azért... Most én azt sem szeretném, hogy tényleg ezt azért én nem is nagyon tudok olyan zenét, amit tényleg mindenki szeret. Az, persze. Lehet, hogy van olyan, amit nagyon sokan szeretnek, de azért mindenkinek nem tetszett az a muzsika, amit mi játszunk. Abszolút, igen. És nem sokára megjelenik akkor a negyedik lemezetek. Így van. És tervezitek a folytatást, abszolút. Tervezzük a folytatást, így van. Most december 3-án van a nagy bemutatónk, akkor van a Millenáris központban az Ablakimba című lemezünk bemutatója. A lemez az egyik ilyen leghíresebb turai dallamról. Bartók 1906-ban gyűjtötte Turán az Ablakimba című dallamot, ami az énekkönyvekbe is bekerült, és hát ennek hatására ezt dolgoztuk fel a cimbali benddel egy kicsit sajátos stílusban, majd nem árulok el túl sok mindent, bár aki a Régió Plus TV-nek lelkes nézője, az már láthatott cimbali band koncerteket, amin az új számok is elhangzott, legalábbis egy-kettő az új számok közül is elhangzott, ez az Ablakimba is például elhangzott a Turai Városavatón, úgyhogy aki lelkesen nézi a Régió Plus TV-t, az már láthatta ezt a számot is konkrétan. De ti írjátok a számokat? Vagy feldolgozások? Mi dolgozzuk fel a számokat. Mondhatni úgy, hogy változó igazából. Van olyan számunk, ami szinte teljesen meghagytunk eredeti népzenei mi voltjában, és van olyan, amit mondjuk inkább azt mondom, hogy háromféle van. Van ez, ami teljesen népzene, van az, amit feldolgoztunk, és van olyan, amit mi írtunk. De próbáljuk azért mégis egy stílusba bele tölteni igazából ezt, hogy ne lehessen annyira észrevenni, hogy melyik az, amelyiket megírtuk, melyik az, amelyik feldolgozás, és melyik az, amelyik eredeti. Uh-huh. Az életednek ez az egyik része most jelenleg, a cimbali band. A másik az a tanítás, mert hogy nem csak úgy ülsz a színpadon, hogy te vered a cimbalmot, hanem szurkolsz a tanítványaidnak hátulról. Igen. Mióta tanítasz? 1997-ben kezdtem tanítani. Akkor még jócskán fiatal voltam, akkor kerültem ide Turára, mint művelődési ház alkalmazott, bár még akkor nem is művelődési ház alkalmazott, hanem polgári szolgálatos katona. Uh-huh. Ként kerültem ide, és az egyik feladataim közül az egyik ez volt, hogy megszervezzen Turán a népzene oktatást. Akkor még tanári diplomám sem volt, és Rónai Lajos segítségével, és az ő fiának a segítségével, Rónai Zoli segítségével elkezdtük a népzene oktatást hivatalos formában is 1998-ban Turán, és azóta is töretlenül működik.
És te cimbalmot tanítasz. Így van, cimbalmot tanítok, valamint brácsát és nagybőgőt is tanítok. De hát persze elsődlegesen cimbalmot. És Rónai Zoltán tanítja a hegedűt, valamint Boda Gellért most jelen pillanatban, aki még a cimbali bent hegedűs, ő is hegedűt tanít. Akkor így abszolút ráláthatsz arra, hogy van rálátásod arra, hogy a fiatalok, a gyerekek körében mennyire népszerű a népzene? Szeretnek-e népzenét hallgatni? Eleinte biztos, hogy furcsálják kicsit, de amikor megkapják azt az élményt, hogy együtt muzsikálhatnak, együtt játszhatnak, akkor egyre jobban elkezdenek gyakorolni, és egyre jobban tetszik nekik a dolog. Neked is van egy kislányod? Így van, nekem is van egy 9 éves lányom, aki hegedülni tanul most jelen pillanatban itt a zeneiskolában. Akkor ő is népzenész lesz? Én nem feltétlenül szeretném így, hogy most konkrétan népzenész legyen. Én inkább azzal a célzattal szeretem, hogy jár, hogy egy kicsit talán arra neveli, hogy kitartó legyen, és hogy egy kicsit odafigyeljen arra, amit csinál. Tehát a zenének van egy ilyen nevelési hatása is, én úgy érzem. Legalábbis nagyon sok tanítványom vettem észre, hogy az életre elég jól nevel a zene. Ezt te magadon is érezted? Magamon is akár, de nagyon sok olyan konkrét példa van, hogy elkezdett járni a gyerek népzenére, és utána magatartásbeli problémái egyre kevesebb lett. Tehát ez szerintem egy nagyon nagy dolog, és én ezt azért a zenének is betudom. Téged több helyen is olvastam rólad, hogy a cimbalom Chuck Berryeként említenek. Gondolom nem a külsőd miatt, hogy annyira hasonlítanál Chuck Berryre. Mi lehet ennek az oka, hogy miért mondják ezt rólad? Nem tudom, hogy miért mondják rólam, de minden esetre megtisztelő. Chuck Berrynek a zenét nagyon szeretem. Szeretem hallgatni az ő muzsikáját, úgyhogy nem tudom tényleg, hogy miért aggatták rám ezt a nevet annak idején, de megtisztelőnek érzem. Talán az intenzitása. Lehet, hogy az intenzitás, igen, valószínűleg a muzsika intenzitása. Annyira átadod magad az egésznek. Lehet. Nagyon sok sikert kívánok neked a további életedben, a cimbali bendes vonalon is, és a tanítás vonalán is sok tanítványod legyen, és minél többen táncoljanak a muzsikátokra. Köszönöm, hogy itt voltál. És köszönöm önöknek is a megtisztelő figyelmet, várom önöket legközelebb is. Viszontlátásra!